politikus elmondása szerint a felkérés megtisztelő, ugyanakkor nagy felelősség is. Ismertette, több mint 20 évet dolgozott a versenyszférában, közte jelentős időt Tolnán töltött el vállalkozóként. Ezeket a tapasztalatokat hoztam bő egy évtizeddel ezelőtt a közszférába. Előbb intézményvezető voltam, majd 2014-től Tolnaváros alpolgármestereként, majd 2019-től már közvetlenül önkormányzati képviselőként is szolgálom településünk mindennapjait és annak fejlődését. 2020-ban elkészítette a jelenlegi önkormányzati ciklusnak a gazdasági programját, amelyre az a fejlesztési stratégia épült, amit a jövőben szeretnének megvalósítani a település fejlődése érdekében. A különböző szférák, úgy a versenyszféra, úgy a civil szféra és a közszféra közötti együttműködést erősítsük. Próbáljuk meg kihasználni a szinergiákat, megismerni egymás igényeit, lehetőségeit, hogy egy még élhetőbb, még gazdagabb várost tudjunk ebből építeni magunknak. Nem lehet más a célkitűzésem a jövőt illetően sem, mint hogy továbbra is széleskörű, magas színvonalú szolgáltatásokat biztosítani az itt élőknek, itt dolgozóknak, úgy a nevelés, úgy az egészségügy, úgy a szociális ügyek, mint a település üzemeltetés területén. Fontos olyan beruházásokat megvalósítani a településen, amelyek biztosítják a fejlődést a vállalkozások és a közösségek számára. Az elmúlt évek hatékony gazdálkodásának eredményeként a működésre és a fejlesztésre vannak tartalékai a városnak. Előttünk vannak azok az uniós források, az úgynevezett TOP Plus településfejlesztési programból, amelyekből az elkövetkezendő években komoly beruházásokat lehet a városban megvalósítani. Itt két tucatnyi programról beszélhetünk, amelyek a közterületeinket, intézményeinket érintik. Gyakorlatilag nem... Ha ezt a programot végre tudjuk hajtani, már pedig célunk az, hogy végrehajtsuk, akkor gyakorlatilag nem lesz olyan önkormányzati épületi intézmény, amely kisebb-nagyobb fejlesztésen nem menne át. A közterületeken el fog indulni egy útfelújítási és egy csapadékvíz elvezetési árokfelújítási program is.